A bajnokság előtt az első három hely valamelyikét célozta meg az Ibrány, és a játékos keret ismeretében reális is volt a vezetői és szurkolói elvárás. Gellicki Máté együttese első, és mint később kiderült, egyetlen vereségét a harmadik fordulóban szenvedte el a Sényi otthonában, aztán sorra jöttek a sikerek. A csapat a nyolcadik fordulóban állt a tabella élére, és végül 12 győzelemmel, két döntetlennel és egy vereséggel a mezőnyben magasan a legtöbb gólt, 63-at szerezve, 15 kapott góllal, 38 pontot gyűjtve a második nagy ecset előtt 7 pont előnnyel zárták az Őszt Balogh Gyuláék. Már tavaly is jó csapatunk volt, viszont volt több lyukas posztunk, amire kellett játékost igazolnunk. Úgy érzem, hogy a legtökéletesebb 4 játékos sikerült hozzánk hívni. Az eddig meglévő játékosokkal és az újakkal kiegészülve ez egy nagyon-nagyon szuper csapat lett, és azt az elképzelést, amit mondjuk én gondolok a futballról, ezt maradéktalanul véghez tudják vinni a fiúk bent a pályán. Ez most úgy látszik, hogy ez az első helyre elég. A szakember szerint a bajnokság színvonala nem emelkedett a korábbi évekhez képest. A tavalyihoz képest nem mondanám, hogy erősebb, mivel több sajnos meggyengült csapat is részt vett a bajnokságban, és több nagy arányú győzelem is született. Ez nem segíti sem az ő munkájukat, sem azoknak a csapatoknak, akik az élmezőnybe tartoznak, a munkáját. Én azt gondolom, hogy egy kiegyenlítettebb erőviszonyok azok mindig sokkal jobb bajnokságot és sokkal jobb színvonalat eredményeznek. Így utólag, hogy ugye részt vettünk a Szabolcs megye válogatottal az országos tornán, ott szembesültünk a valósággal, hogy valójában mennyire komoly és mennyire erős együttesek is vannak, még az országban, megyei szinten. Úgyhogy így utólag azt mondom, amit korábban mondjuk nem így gondoltam, hogy a tavalyihoz képest esett a színvonal. Gellicki Máté elmondta, hogy a jó szereplés ellenére is lesz némi játékos mozgás a keretben a téli szünetben. A felkészülés január 11-én kezd el a csapat, első edzőmeccsét pedig január 20-án a Nyíregyháza Spartacus ellen játssza majd az Ibrány.